Köszöntöm a Tamási 2009 FC U13-as, U14-es csapatának néhány tagját. Kérnélek benneteket, hogy mutatkozzatok benn, és néhány szót arról, hogy mióta focisztok, melyik a kedvenc pozíciótok, és esetleg hogyan értékelitek itt az őszi bajnokságot, hiszen nem véletlenül talán, de mindkét bajnokságot vezetitek. Igen, Barinai Adrián Máténak hívnak. Az én pozícióm az jobb szélső csatár. Én az őszi bajnokságot úgy értékelem, hogy mindenki nagyon jó volt, de mi vagyunk a legjobbak. 2021. augusztusában kezdtem el újra focizni. Jobb szélső csatár vagyok. 57 gólt rúgtam. Köszönöm. Én Tóth Botond vagyok. A posztom közép hátvéd. 2011 óta focizok, 2021-ben még ugye benne vagyok, és ebben a bajnokságban 3 gólt rúgtam, szerintem nem volt ez olyan nehéz ez a bajnokság, voltak erős csapatok, de mindenki jó volt, én is azt gondolom. Középhátvéd. Szabó Miklós vagyok. 2017-ben kezdtem a focit itt Tamásiban, középpályán játszok, és szerintem ez közepesen sikerült ez a bajnokság, de akkor is vezetünk, úgyhogy minden jó. Én Sipos Barnabás László vagyok, 2013-ban kezdtem a focit, szerintem ez a bajnokság elég jó volt, minden meccset győztünk. És csatár vagyok. Tóth Bálint vagyok, 2014-ben kezdtem a focizást, jobb hátvédként játszok, és szerintem a bajnokság az ilyen, hát nem sikerült a legjobbra, a csapatként játszottunk, de egyébként láttunk volna jobbak is. Fiú, köszönöm szépen a rövid nyilatkozatot, és idézőjesen jó pihenést kívánok erre a szünetre. És köszönöm szépen még egyszer a nyilatkozatot. Szervusztok!